Sziasztok, gyerekek! Hát Tina! Tessék! Ja, közben vesz le. Hát gyerekek! Na, mi történt ma? Unboxing videó készül most. De mit kaptál meg? Amcsiból egy csomagot, Amerikából. Hát végre két hónap után? Hát körülbelül, igen. Két hónap után Amcsiból jött egy csomagom. Wow. Bernát Mariantól. Nagyon szépen köszönöm, drágám, hogy gondoltál rám. Hát kicsit nehéz. Mindjárt segítek, jó? Csak... Nem tudom, hogy mi van benne. Kíváncsi jön. Nyitom ki. Na gyerekek. Amúgy most jöttünk a melóhelyről, utána mentünk a postára, a csomagé. Igen. Úgyhogy tényleg nem tudom, hogy mi van benne. Majd... Ha megyünk föl, és akkor megnézzük, mi van benne, kicsomagoljuk. Ez egy kicsit súlyos, mindjárt úgyhogy segítek, most jó? Átadnám a Zolinak. Jó. Na, jövünk föntről, hogy kicsomagoljuk. Na, sziasztok! Hát közben Tina megállt a ház előtt egy kicsit a Pupika, barátaival cseveg. Szia, babám! Hello! Szia! Te hogy vagy, drágám? Hm? Jól vagytok? Minden rendben van? Na? Na, édesem? A gyerekek, ez a, itt a hátul a belső kertünkben van. Ez az állatkert. Ja. Sziló! De fainak. Szeretem őket. Ez a belső kertünk, és akkor van itt egy ilyen kis halas talacska. Ja, és van benne öt. Tina mindig lejár hozzájuk. Ja. Sziló. Amúgy ez a kedvencem ő. Melyik? Mert ő ilyen kis harapós, de amúgy ő is. Ő. Aha. Na jó, menjünk fel, aztán bontsuk ki a csomagot. Na, megyünk föl. Sziasztok, gyerekek, felértünk. Kutyik is itt vannak velünk együtt, bontsák majd a csomét. Na, akkor Valentínám. Izgatottan bontom is a csomagomat. Ugye ezt USA-ból kaptuk, az Egyesült Államokból. Ez egy államokból. Amerikai csomag, igen. Marianna Bartától kaptam, már amúgy minden is nagyon szépen köszönjük. Köszönöm, Marian. Drága szívem. Mindjárt az ereimet is felvágom. De a cigit leneted a kezedből. Hú! Na. Oh, az igen. Hát... Hát ezt úgy le... Mert ezt felbontották amúgy a vámon. Természetesen. Ja, és gyerekek, nem elég, hogy ajándékba kaptuk. Mennyit fizettünk a vám kezelésért? 7000 valamennyit. 7500 forint, azért, mert kaptunk ajándékot. Na. Ez a magyarok. Azt mondja. Wow. Van benne egy levél. Elsőnek. Még nem mutassad már. Jó, nem mutatom. Jó, egy kicsit csúnyán bontottam ki, elnézést. Basszus. Na mindegy. De ezt attól eltehetem. Kedves Tina és Zoli, nagyon örülök, hogy megismerhettelek titeket. Ezzel a kis csomaggal szeretnék kedveskedni nektek, és biztatni arra, hogy soha ne adjátok fel. Minden jót és jó egészséget kívánunk mindannyiunk. New Jersey-ből USA, Marianna Barta. Köszönöm szépen, Marian. Köszönöm, megmutatom. Hát ez egy ilyen kis díszlevél. Na. Thank you. Zoltánnak van benne zokni. De jó, Istenem. Köszönöm szépen, Marian. Zokni van de benne, örülök neki. Puma zokni. Hú, gyerekek, de jó minőségű. Asztal. Na, hát ez... Jó, várjál már. Ja, igen. Picit. Nem mutatom a másik zoknit is. Hú, ennek nagyon örülök, Marian. Puszi van benne nektek. Egy nagyon szép köténke, egy gyönyörű kötény, akkor van benne fagyikanál, gyereke. Mutasd. Nagyon jó. Hú, de jó minőségű. Az biztos. Az igen. Kettő van, a maminak egy ja, igen, is igen, a maminak meg. Is küldött. Tegyük ide, amit már megnéztünk. Kaptam puszoló készletet, hát ez ennek nagyon örülök, mert már elég szar az enyém.
Hát ez ilyen gyerekek. Kaptam. Ezek mind nagyon márkásak, és nagyon jó minőségűek. Hú, de komoly ez a kesztyű, azt a... Na hát ma az is kellett nagyon ez a kesztyű. Ez nagyon komoly. Van benne kesztyű, gyerekek. Azt a... Marian. Az micsoda tényleg? Ez egy trikó, és van hozzá ilyen cici. Úristen! Azt a, de jó! És van benne ilyen kis melltartót, izé, nagyon jó. Jó, ezt a videó végén megpróbálom. Megpróbálom. Azt majd beletesszük a videóba. Van benne a maminak is egy kesztyű. Wow. Mutatom tovább. Basszus! Azt a... Marian! Egy gesztáska, gyerekek! Ez nagyon szép! Hát ez gyönyörű ajándék. Gesztáska, És mutasd a belsejét. Hát a belseje, itt van a... Gesztbiléta, azt a Marian! Hát Marian, nagyon szépen köszönöm. Hát ezt köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, úristen! Azt a, még... ez nagyon örülök én ennek! Gyerek! Nagyon szép. Nagyon szép ez a táska. Egy táskát. Kaptam ilyen kis neszeszereket, ami már el kellett, mert ugye ebbe szoktam tárolni a smink. De jó! Azt a... Jaj, várjatok, van itt még. Ruha. Gyerekek. Ez mi? Ez is ugyanolyan. Jó, olyan, de aha, jó. De jó anyaga ez van. Biztos, hogy jó. Ez nagyon komoly, gyerekek. Hát, nagyon jó anyaga van. Menj, Mátina, hát ez nagyon komoly. Ugye, milyen jó. Milyen anyag lehet ez? Hát igen, biztos nem olcsó dolgok ezek. Kaptam egy nadrágot. Edzős nacit. De jó anyaga van ennek is. Basszus. Fogd meg? Hát igen. Á, Marian, úristen, hát ebben még van. Még azt egy kötény a maminak. Gondolom a maminak. Van benne egy... Ó, ez az enyém, nem? Nem, enyém. Amerika. De jó. Egyenesen Amerikából. Hú, spórolós kanál. Azt. Azt a rohadt. Spórolós kanál, gyerekek. Á, és ez mindent kiszed. Ez semmit nem hagyott. A mami is kapott egyet. Azt a Marian. Mami is kapott mami pucolót. Is pucoló. Lefajint, gondoltam amire is. Abból is van kettő, nem? Igen, kettő van ebből is. És akkor hát mit is tudjak mondani? Á, de szép, Tino! Azt a... Új, ez gyönyörű ez a táska. Á, ez nagyon szép, Marian! Azt a... Ja, csak leírta, hogy mit tartalmaz a csomag. Basszus! Ez nagyon komoly, gyerekek. Nézzétek meg ezeket a táskákat! Gesztáskák, gyerekek! Azt a rohadt! Hát Marian, nem tudok mit mondani. Nagyon szépen köszönöm neked ezt az ajándékot. Hát ezeket a táskákat imádom. Egyenesen imádom. És a két legjobb szín. Igen, pont ezeket szereti. Pont ezeket szeretem. Ez gyerekek eredeti gesztáska. Én erre nem tudok szavakat mondani, gyerekek. Én ezek... Nagyon megérte ennyit várni meg. Megérte, igen, nagyon megérte. Nagyon sokat vártam rá, nagyon sokat idegeskedtem ez a csomag miatt. Szegény Mariannak nagyon sokba került, és nagyon igen, szépen köszönöm. Marian, nagyon szépen köszönöm, és tudom, hogy nagyon sokba kerültem nem neked. Nem tudom, hogy tudjuk neked meghálálni, de majd, ha valamikor úgy hozza a sors, hogy találkozunk. Akkor megfogom, hidd el. Á, gyerekek! Hát ez nagyon szépek ezek, amiket... Szóval sem jutok. Gyönyörű. Én nagyon örülök az okniknak. Nagyon köszönöm. Ezek milyen anyagok? Basszus, milyen anyagok? Na, megpróbálod, Tinám? Bemész, és akkor jövünk vissza. Vedd már fel. Jó. Azt a más, első, tudod? Jó. Kettő van belőle.
Oké. Addig ide rakom. Jó. Ezeket. Fú, de jó. Nézi, Farki. Farki. Azt a öcsém, milyen szép táskákat kaptam. Úristen! Na, menjél be, és akkor gyere vissza, jó? Okay. Na, megnézzük, hogy áll rajta. Na, gyerekek, felpróbáltok? Igen, azt, és ez egy ilyen jó kis melltartó izé van hozzá. Nagyon-nagyon kényelmes. Tök jó színe van, ez bármihez fel tudjuk venni. Jövök a másikkal. Jó. Jól áll nagyon. Jól áll? Aha. Na, a következő az ilyen, jó. Nagyon jó kis lezsel, olyan, mintha nem is lenne anya, nem tudom. Nagyon jó. Hátul ilyen, és ehhez is van egy ilyen kis melltartó rész. De jó. Úgyhogy ez nagyon... Nagyon jól áll rajta, Tina. Tényleg? Aha. És olyan kénye, olyan vékony anyagból van, gyerekek, hogy hú! Hát látod, itt nincs ilyen Magyarországon. Hát ilyen nincs. Még jövök, még van egy szettem. Még mindig van? Igen. Na, jól van, gyere. Gyerekek. Na, hát ez nagy ez igen. Ilyen. És a felső ilyen, ez amerikás. Amerika. És akkor Amerika. De a gyerekek, nagyon jó anyag, és fú, nagyon. Nem tudom elmondani, milyen anyaga van, de nagyon kis kényelmes, úgyhogy ez az amcsi felsés is, ez magamon is. Ilyen full pamut, nem? Az, Isten. Az. Full pamut amúgy az egész fog, meg aztán a drága. Aha. Marian, hát nagyon szépen köszönöm neked, nagyon megleptél, és feldobtad a napom. Legjobban, legjobban, aminek örülök, az a két táska. Mert táska őrült vagyok, ugye, és így már van három gesztáskám, úgyhogy köszönöm szépen, nagyon hogy szépen eltaláltad az ízlésemet. Hát Marian, meg köszönöm neked a zoknikat, nagyon örülök neki, köszönöm szépen. Hát úgyhogy gyerekek, hát ilyen sok mindeneket kaptunk. Igen. Úgyhogy hát nincsenek szavak. Elfogytak. Hát úgyhogy hát én nagyon örülök, hogy ilyen jó embereket megismertem. Úgyhogy köszönjük szépen. Nagyon szépen köszönjük. Ennyi volt ez a kicsomagolós videó. Majd valamikor délután folyamán lehet, hogy jövünk egy valamilyen főzéssel majd. Még kitaláljuk, hogy mit fogunk főzni. Ez nagyon jó, ez a fekete. De jobban tetszik nekem a rózsaszín, ugye? Ez nagyon király. Ez nagyon szép. Parkimó, te mit csinálsz? Hát nagyon sokat vártam rá, de nagyon megért. Tehát vettem neki egy ilyen bolondot. Ja, az a kis egér vagy micsoda, nem jó tudom. Jó minőségűek ezek. Na, a izék. Parki, vagy... köszönj el a nézőktől, te is. Na, sziasztok! Sziasztok!